A Pécsett többször is előadást tartott jogtörténész életéről, haláláról, műveiről, családjáról szóló dokumentumfilm vetítésén a rendezőn kívül özvegye is jelen volt. Dr. Tótné dr. Kis Brigitta főszereplője az emlékfilmnek, hiszen nagyban az ő visszaemlékezése alapján készült az emlékfilm. A négy gyermekkel egyedül maradt özvegy elmondása szerint a filmmel való foglalkozás nagyban segítette a történtek feldolgozását. Hogyha ez a film nem készül el, akkor kicsit hiába való is lett volna összefoglalás nélkül mindaz, amiről én tudok, hogy a férjem életében működött, áldozatosan felismerve az ő Istentől kapott küldetését végigvitte, haza szeretetében, kereszténységében és emberek iránti és Isten iránti szeretetében. Így aztán a film nem csak feldolgozni segített, hanem a mai napig értelmezni segít. Feldolgozni, elfogadni csak Istenben való hittel lehet ezt az egészet. A négy gyermek édesapjának elvesztését és azt a közös küldetést, amiben mi annak idején az esküvőnkkor a jó Istennek egy hitet tettünk és ígértünk egymásnak. Nekem természetesen tudomásul kell, ennem el kell fogadnom, hogy ez a közös ügy részben itt a Földön ezzel ért véget, hogy elkísérjük egymást az utolsó napig. De valahol egy olyan mély közös ügy is volt ez, ami engem is csak arra buzdít a továbbiakban is, hogy mindent tegyek meg annak érdekében, hogy az ő életáldozata, mind a hazánk, mind pedig az egyes ember megtérése szempontjából ne legyen hiába való, és tulajdonképpen én is egész életemre kaptam egy feladatot ezáltal, amit elkötelezetten szeretnék is végigvinni és szolgálni. Egy olyan embert veszítettünk el, aki a Szent Korona eszmélységének gyakorlatában képviseletét szolgálta, tanította a történelmi magyar fenn és megmaradás. Mindez úgy, hogy a szerves jog folytonosságon alapuló Szent Koronatant képviselte, a mindenkori hatalmi játszmák közepette és annak ellenére. A Legyőzett fegyőr című emlékfilmet Jelenszky István filmrendező készítette. Korábbi filmjeiből részleteket szerkesztett bele. Ezek a filmrészletek üzenetrendszert fogalmaznak meg dr. Tóth Zoltán József életén és munkásságán keresztül, ami rendkívül fontos a magyarság, a magyar nemzet számára. Ez a film nem kíván oknyomozó lenni, emlékfilm akar lenni, hangzik el Jelenszky István rendezőtől. Az életén és a munkásságán keresztül bemutatja a Szent Koronatant, a történeti alkotmányt, és mindazt a küldetéses szellemiséget, ami a magyar nemzetnek megadatott, az igazság és a szeretet képviseletét. Olyan üzenetrendszer, ami a magyarság és a magyar nemzet küldetéséről, elhivatottságáról szól, és ez nem más, mint az igazság és a szeretet képviselete, nem más, mint a jézusi igazság és a jézusi szeretet képviselete. És én azt gondolom, hogy ebben a válságos helyzetben, amiben nem csak Kárpát-medence, hanem a földgolyó is van, maga az emberiség, az a megmaradás elvére épülő Szent Koronatan és a történeti alkotmány az mindenki számára fontos fogódzót és gyökér élményt kell, hogy jelentsen. Dr. Tóth Zoltán József hirtelen halálának második évfordulóján az Uránia Filmszínházba a pécsi vetítést a Civilek a Mecsekért mozgalom és az Összefogás Pécsért Egyesület szervezte. Én azt gondolom, hogy úgy tudunk igazán magyar lenni, magyarként élni, hogyha az isteni tanítás alapján először saját magunk életét próbáljuk a jó alapján szervezni.